Cherub sorozat, 10. előadás. Ördög és pokol. Lukács evangéliumában olvassuk a következő szöveget. Kikötöttek, tudnék Jézus és tanítványai, a gerázaiak földjén, amely Galileával átellenben van. Amint Jézus kilépett a partra, egy férfi jött elé a városból, akiben ördög volt. Szó szerint ekhon daimonia, démoni lényeket birtokló, és már régóta nem vett magára ruhát, sem házban nem rakott, hanem a sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, leborult előtte, és hangosan fölkiáltott, mi közöm hozzá Jézus, a magasságbeli Isten fia, kérlek, ne gyötörj engem, mert parancsolta tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Ugyanis már jó ideje elragadta őt, láncokkal volt megkötözve és bilincsekben őrizték, de elszaggatta a kötelékeket, és az ördög, daimonion, démoni lény, a pusztába üzte. Jézus ekkor megkérdezte, mi a neved? Azt felelte, légió, mert sok ördög, daimonia, polla szállta meg. Arra kérték, ne azt parancsolja, hogy a mélységbe menjenek. Volt ott egy nagy disznócsorda, a hegyen legelészett, kérték őt, engedje meg, hogy azokba menjenek. Megengedte neki. Az ördögök, tadaimonia, erre kimentek, megszállták a disznókat, mire a csorda lerohant a meredeken a tóba és belefúlt. Itt zárul az evangéliumi idézet, Lukács evangéliumából a 8. fejezetből a 26-tól a 34. versig idéztem. Mint látjuk, a magyar fordítás az ördög szót itt nem a diabolosz visszaadására használja, ami mindig egyes számban áll a Bibliában és a sátánnal egyenértékű, hanem a daimonion visszaadására, ami a daimon, démon szó származéka, és démoni lényt jelent. Szabatosabb, bár szokatlanabb volna a démon fordítás. Szerepel a szövegben a másik kifejezés is, amit a daimonionnal együtt az evangéliumok leggyakrabban alkalmaznak a bukott angyalokra, pneuma to akatharton, tisztátalan lélek. A szöveget azonban nem a nyelvi tanulság kedvéért idéztem elsősorban, hanem a démonoknak a helyhez való viszonya miatt, amiről már a múlt erőadásban is beszéltünk. Előbb azonban fölmerülhet bennünk az a kérdés, egyáltalán miért engedi meg Jézus a démonoknak, hogy a sertésekbe menjenek. Nem révén biblikus szakember, a részletek tisztázására nem merek vállalkozni, de egy alapvető dolgot világosan kell látnunk, Isten a történelem végéig lehetővé tette a sátánnak és angyalainak, hogy ártó hatalmukat, bár korlátozottan, de gyakorolják a földön. Urunk második eljövetele és az utolsó ítélet alkalmából szabadulunk meg végleg tőlük, ahogy le van írva a jelenések könyve 20. fejezetének 10. versében. Addig Jézus egyszerűen nem teheti meg, hogy teljesen felszámolja a démonok hatalmát, mert ez ellentétes volna Isten üdvtörténeti tervével, amely a történelem végéig a próbatétel idejét irányozza elő az ember számára. Egy borzalmas megszállottságot felszámol, azt a szerencsétlen embert megszabadítja, de olyan helyre nem küldheti a démonokat, ahol egyáltalán nem képesek ártani. A démonok kérése így hangzik, ne azt parancsolja, hogy a mélységbe, eisztén a büsszon menjenek. Lukács 8.31. Ez a kérés ilyen formában nem szerepel a párhuzamos helyeken, bár ugyanez az epizód mind Máté, mind Márk evangéliumában előfordul. Máténál a démonok egyszerűen azt kérik, hogy Jézus a disznókba küldje őket, Márknál pedig azt, hogy ne üzze ki őket arról a vidékről, hanem inkább küldje a disznókba. Azért választottam a lukácsi változatot, mert itt szerepel a mélységbe küldés kifejezés, és igen hasznos lesz tisztázni,
ennek értelmét. Sokan valószínűleg arra fognak gondolni, hogy a mélység a pokol. Dante a 14. században pontosan tudja már, hogy a Föld gömbölyű, de még az ő világképe szerint is a Föld alatt van a pokol, a Föld fölötti magasságokban a menny, a kettő között a Föld felszín. Ez a szemlélet önkéntelen és annyira kézenfekvő, hogy szemléletességével teológiailag képzett szerző gondolkodását is befolyásolja. Ha nem is gondolják úgy, hogy a pokol a mélyebb geológiai rétegekbe van beágyazva, mégis kísérti őket az a képzet, hogy a gonosz lélek mintegy följön a pokolból, amikor az emberek között tevékenykedik. Jól tájékozott és általam is nagyra becsült igazhitű szerző, Don Gabriele Amort, római exorcista. Nézeteivel ugyan olykor egyben másban vitába szállok, gazdag tapasztalatait azonban feltétlenül megbízhatónak tartom. Ő írja, idézem, velem is előfordult már nem egyszer, hogy az ördög kijelentette nekem, az exorcizmus alatt jobban szenved, mint a pokolban. Ha pedig megkérdeztem tőle, hát akkor miért nem mész a pokolba, ezt válaszolta, mert nekem csak az számít, hogy szenvedést okozzak ennek az embernek. Idézet bezárva. A megszállásról és az exorcizmusról későbbi alkalommal részletesebben kell szólnunk. Itt az a szemlélet érdekel bennünket, mely szerint a démon, amíg egy embert megszállva tart, úgymond nincs a pokolban. Holott amennyiben jobban szenved, mint a pokolban, kárhozatának kínjai jelenleg is tartanak, nem szűntek meg. Már volt alkalmunk belátni, hogy a szellemi lények számára a hely, ahol tartózkodnak, nem térbeli körülhatárolságot jelent, hanem azt, hogy a tér valamelyik részén kifejtik tevékenységüket. A kárhozat állapota a sátán és angyalai esetében azóta tart, amióta Isten ellen döntöttek, és ennek következtében kizárták magukat az üdvösségből. Ezzel saját végső céljuk elérésében frusztrálódtak, lényük pervertálódott, végérvényes Isten gyűlöletbe zárkoztak, és Istennel együtt minden gyűlölnek, önmagukat is. Ez a frusztrált, pervertált, gyűlöletbe zárkozott állapot mérhetetlen szellemi kín számukra, és ezt a kín viszik magukkal bárhol tevékenykednek. A pokol tehát számukra elsődlegesen nem hely, hanem állapot, amely bukásuk óta tart. Az utolsó ítéleten ez nyilvánosságra fog kerülni mindnyájunk előtt, de nem a történelem végével kezdődik, hanem a sátánnak és angyalainak Isten elleni döntésével. Más dolog, hogy amikor a kárhozott emberek is feltámadnak az ítélet feltámadására, ahogy János 5.29 fogalmaz, ezzel a pokol is helyé válik, helyé is válik, mert a feltámadt test teret tölt be a kárhozat állapotában is. Persze ez a hely nem a világegyetem valamelyik részének felel meg. Maguknak, a bukott angyaloknak azonban nincs szükségük térbeli helyre ahhoz, hogy a pokolban legyenek. Más szavakkal, a földön tevékenykedő démonok most is a pokolban vannak, mert a kárhozat állapotában vannak. Ha a megszállott emberből beszélő démon azt mondta Amort atyának, hogy az exorcizmus alatt jobban szenved, mint a pokolban, ezt csak is úgy érthetjük, hogy az exorcizmus fokozza kárhozatának kínjait. A transzcendens dolgokról való beszéd alkalmazkodik az emberi szemlélethez és beszédmódhoz. Ha azonban túlzottan szó szerint veszük, hogy a démonok följönnek a pokolból, amikor a földön fejtik ki hatalmukat, mitológiába esünk. A sötétség szellemei képesek érvényesíteni a káosz, a perverzió, a pusztulás, a gyűlölet, a reménytelenség, a célja vesztettség eszméit a kozmoszban, a földön, az élőlényekben, az ember testében és lelkében, abban a mértékben, ahogy ezt Isten átmenetileg eltűri tőlük, és ez jelenti azt, hogy jelen vannak a tér különböző pontjai, tudni, ahol működnek.
Egyáltalán nem jelenti azonban azt, hogy megszűntek a pokolban, vagyis a kárhozat állapotában lenni. Ha pedig ez így van, egyszerűen nincs értelme a démonok Jézushoz intézett kérésének, hogy ne küldje őket a mélységbe, amennyiben a mélység a kárhozatot jelenti. A kárhozat jelen van ott, ahol a démon jelen van. A szellemi lények pokla hordozható. Biblikus szótáram szerint az abyssos mélység szónak kétféle jelentése van. Jelentheti a poklot, de jelentheti a holtak országát is általában. A mondottak értelmében világos, hogy itt nem a kárhozatot jelenti, hanem az alvilágot, a holtak birodalmát, amelyet héberül Seolnak, görögül Hádésznak neveznek. Ez szerepel az apostoli hitvallásban is, amikor Jézusról azt mondjuk, hogy alászállt a poklokra, nem azt akarjuk mondani, hogy Urunk elkárhozott, ami képtelenség és Isten káromlás volna, hanem azt, hogy halálával eljutott arra a téren és időn túli pontra, ahol minden meghalt ember lelke eljut, a teljes egzisztenciális kiüresedés pontjára, és így kommunikációra jutott a teljes emberiséggel, fölajánlva nekünk isteni életét, amelyet emberi halálával sem veszített el. Ebből a pontból nő ki a föltámadás. Visszatérve a démonok témájára, ha Jézus a lukácsi fogalmazás szerint a mélységbe, vagyis a holtak országába küldi őket, ez azt jelenti, hogy elveszíti kapcsolatukat az élők világába. Nem árthatnak többet az embernek és az univerzumnak. Ez az, amitől a lukácsi változatban tartanak, ám ez csak az utolsó ítéleten fog bekövetkezni, és ezért teljesíti Jézus a démonok kérését. Jelen állapotukban is végleges a kárhozatuk, de a történelem végéig az Istentől megengedett mértékben kifejthetik destruktív tevékenységüket a teremtésben. Ebből láthatjuk, hogy amikor a Jelenések könyvében a sátán letaszításáról olvasunk, az szemben Nagy Szent Gergely korábban ismertetett értelmezésére még nem az utolsó ítélet. Idézem ezt a helyet, Jelenések könyve 12. fejezet 7-től a 12. versig. Nagy harc támadt az égbe. Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal. A sárkány és angyalai harcoltak, de nem diadalmaskodtak. Sem helyük nem volt többé az égben. Ekkor letaszították a nagy sárkányt, az ős kígyót, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki elcsábítja az egész világot. Letaszították a földre, és vele együtt angyalait is. Ekkor nagy hangot hallottam az égben, amely így szólt, most lett a mi Istenünké, az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádat emelt ellenük Istenünk előtt. Őt pedig legyőzték őt a bárány vére és a tanúságtétel igéje által, s nem kimérték saját életüket, mint haláli. Örvendezzetek tehát egek és akik bennük laktok, jaj a földnek és a tengernek, mert hozzátok szállt le az ördög nagy haraggal, s tudja, hogy kevés ideje van. Itt zárul az idézet. Amiről itt olvasunk, az az angyalok bukása. Továbbá Krisztusnak és az ő vértanúinak a bukott angyalok fölötti győzelme. De még nem a végítélet, hiszen az ördögnek még van hátra ideje a földön. Hatalmas erejű prófétai kép, de nem elméletileg kidolgozott teológia. Ennek alapján tarthatná valaki azt az elméletet is, hogy a sátán és angyalai egyelőre a földön élnek, és majd csak a végső ítélet alkalmával kerülnek a kénköves, tüzes tóba. Ez azonban hibás teológia volna, mert a démonok nem helyhez kötött lények, hogy a földön vannak, ez azt jelenti, hogy az utolsó ítéletig kifejtetik hatalmukat a földön, gyötörve és bűnre sábítva az ember, nem pedig azt, hogy a föld, mint térbeli hely, körül írja őket. Ezt mindig szem előtt kell tartanunk, mert az emberi beszédmód,
a már említett képzetekhez fordulás konverziót fantazmata miatt gyakran használ, sőt kénytelen is használni olyan képeket, amelyek mitológiává válnak, a túlzottan szó szerint értjük őket. Bauárdi boldog Miriam, arab kármelita nővér, életrajzában a 19. században élt, például szerepel egy mozzanat, amikor a nővért megszálló démonok elmondják: a mi fejedelmünk úgy szólván sohasem jön ki a pokolból. Majd így kiállt a démon: távozzatok tőle, Lucifer jön, ha közel maradtok az arabhoz, mindnyájan porrá égtek. Az angyalian tiszta és ártatlan fiatal nővér démoni megszállása minden tekintetben izgalmas történet, amelyet a maga idején szeretnék részletesebben ismertetni. Itt azonban figyeljünk fel a beszédmódra, mert ezért idéztem most ezt a helyet. A démonok fejedelme, amikor Miriamot megszállja, kijön a pokolból. Ez azt a szemléletet erősíti, hogy a sátán helyhez kötött lény, hogy elfoglalja B helyet, el kell hagynia A helyet. Nyomatékkal ki kell jelentenünk, hogy ez csak emberi beszédmód. Egyetlen démoni szellemnek sem kell elhagynia a poklot, hogy megszálljon egy ember, sőt nem is tudja elhagyni a poklot, mert az elsődlegesen nem hely, hanem a saját végleges szellemi állapota. Másodlagosan, mint mondottam, a kárhozott emberek testi valósága teszi helyi a poklot a föltámadás után. Itt arról van szó, hogy a sátán legtöbbször alárendelt démonokkal végezteti el a feladatokat, tehát nem közvetlenül ő maga dolgozik, nem jön ki a pokolból. Foglalkozunk a névvel is, amelyet ez az epizód, melyről megbízható följegyzést tanúskodik, a sátánnak ad. A démonok fejedelmét Lucifernek nevezi. Ez az elnevezés meglehetősen elterjedt. Ezt használja Madács is az ember tragédiájában. Van azonban olyan állítás is, hogy a Lucifer nevű démon nem azonos a sátánnal. Érdekes, amit Gabriele Amort atya ír erről. Idézem szó szerint: az a szokásunk, hogy két ujjunkat könnyedén a beteg szemére helyezzük, és az ima bizonyos pillanataiban felnyitjuk velük a szemhéját. Ha fennáll az ördögtől való megszállottság, a szemek ilyenkor majdnem mindig csak a fehérjéjüket mutatják, a pupillák csak alig látszanak fent vagy lent. A pupillák helyzete jelentős az ördögök és a problémák fajtáját illetően. A sok-sok kérdés nyomán az ördögöket fel lehet osztani a Jelenések könyvének 9. fejezete alapján, ha a pupillák felfelé néznek skorpiókkal, ha lefelé kígyókkal van dolgunk. A skorpiók vezére Lucifer, e név talán nem bibliai, de erősen meggyökeresedett a hagyományban, ez még mindig az idézet, a kígyóké, a kígyók vezére a sátán, aki Lucifernek is parancsol. Ám az is lehet, hogy ugyanarról az ördögről van szó, csak úgy, mint minden más ördögnek is, tudnék, minden ördögnek parancsol. Másik neve Belzebub. Sokak szerint Lucifer is a sátán szinonimája. Ebbe a kérdésbe most nem kívánok belemerülni, mondja még mindig Amort atya. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy két különböző ördögről van szó. Itt zárul az idézet. Amort atya tapasztalatai minden bizonnyal érvényesek. A kétféle megszálló démon Jelenések könyvén alapuló elnevezése, skorpiók, kígyók, fantáziadús és szellemes. Természetesen korántsem a Biblia szó szerinti értelméről van szó, hanem egy alkalmazott értelemről. A Lucifer név pedig igenis bibliai eredetű, csak nem a Biblia eredeti szövegén, hanem a latin fordításon alapszik. Lucifer, fényhordozó, ugyanis a hajnalcsillag latin neve. A szöveg, ahonnét az elnevezés származik, a következő: Izajás 14. fejezet, 12-től 15. versig, idézem: hogyan hullottál le az égből, te hajnalcsilla, a hajnalpírnak fia?
lebuktál a földre nemzetek legyőzője. Te azt mondtad magadban, az égbe szállok fel, Isten csillagai fölé emelem trónomat. Leülök a gyülekezet hegyén a messzi éjszakon, felmegyek a magas felhők fölé, hasonló leszek a magasságbelihez. De az alvilágba szállsz alá, a verem legmélyére. Idézet bezárva. A bevezető kérdés, még egyszer idézem, hogyan hullottál le az égből, te hajnalcsillag, a hajnalpirnak fia, ez a bevezető kérdés latin nyelven így hangzik. Quo modo cecidisti de celo Lucifer, fili aurore. Magától értődő, hogy könnyű volt a Lucifer szót tulajdonnévnek olvasni. És így az egész szöveg pompásan ráillett a sátánra, önistenítő gőgére és csúfos bukására. Mindez azonban csak alkalmazott értelme a Bibliának. A szöveg szó szerinti értelme egészen más. Izajás 14.4 szerint ez egyértelműen gúnydal Babilon királyáról, az ő birodalmának csúfos bukását jövendőli meg. A Lucifer szó tehát a szöveg eredeti tartalma szerint nem ördögnév, hanem csillagnév, és nem a sátánra, hanem egy földi uralkodóra vonatkozik. Egy pillanatig se tagadom, hogy a spirituális átvitt jelentésnek is van létjogosultsága, de értelmetlennek tartom azt a kérdést, hogy Lucifer valóban a sátán neve-e. Őre alkalmazzuk. Már mondottam, hogy a tiszta szellemi lényeknek önmagukban nincs nevük, hiszen nem szavakkal kommunikálnak. A név csak egy kapaszkodó fogantyú az ember számára, amellyel a tiszta szellemeket beszédével megközelíti. Amikor ördögűzés közben az exorcista a démonok nevét tudakolja, és azok válaszolnak neki, az imádság erejétől kényszerítve ilyen fogantyukat adnak az ember kezébe, amelyek révén ismereteket és hatalmat nyer fölöttük. Ezek megkönnyítik kiűzésüket. Ha tehát a boldog Miriamot megszálló démon Lucifernek hívta fejedelmét, vagy Amortatya ördögűző praxisa közben olyan démonnal találkozott, aki önmagát vagy főnökét Luciferként nevezte meg, ez egy emberileg jogosan használható név kimondása volt, de távolabbi következtetéseket úgy gondolom nem szabad belőle levonni. Amort a sátán neveként említi a Belzebub szót is. Az ekroni filiszteus istenség nevét Baal-Zebult úr fejedelem torzította a zsidó szóhasználat Beelzebubba, a legyek ura, a szemét ura, talán a pogány áldozatok ura, és így vált az a sátán szinonímájává. Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket, Márk 3.22, amire Jézus azzal válaszol, hogyan űzheti ki a sátán a sátánt. Tehát Belzebub és a sátán azonosak. Itt is hangoztatni kell azonban, hogy az emberi elnevezés csak a mi fogantyunk a szellemi valósághoz. Az angyaloknak önmagukban nincs nevük, csak az ember számára. A Belial szó a Bibliában igen nagyfokú gonoszságot jelent, de elsősorban elvontan, bár van olyan értelmezés is, amely szerint személyesen a sátánra vonatkozik. A Jelenések könyvének 9. fejezetében a 11. vers azt mondja a skorpiófarkú sárskák képében ábrázolt pusztító démonokról, a mélység angyala volt a királyuk, akinek a neve héberül Abaddon, görögül Apollion. A mélység, Abyssos szó itt valóban a pokolra vonatkozik, a héber és a görög név jelentése pusztító. Ez is a sátán egyik neve. Vianney Szent János, a 19. századi szent pap egyszer ördögöt űzött, és amikor megkérdezte a démontól kicsoda, az latin nyelven így válaszolta megszállottból, magister,
kaput, a mester, a főnök, az őskígyó, a sötétség fejedelme nevezte meg így magát, fiam, mely az sátánnal állt szemben. Igen, emberi szavainkkal, sebezhető fantáziánkkal egy félelmetes szellemi valóságot tapogatunk körül, amely nagyobb nálunk. Szilárdan meg kell kapaszkodnunk a tényben, a mi mesterünk, a mi főnökünk, Jézus Krisztus, még nála is végtelenül hatalmasabb. János első levele, 4. fejezet, 4. vers, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Mi a győztes oldalon állunk. Kovács Gábort hallották.